A videó támogató partnere a Tippvadász, ingyenes sportfogadási tippek, exkluzív Facebook csoport, tanácsokkal, szelvény taktikákkal, elérhető a VIP tagság, illetve sportfogadási stratégiák is várnak, részletes táblázattal kiegészítve. Magyarország egyik legnagyobb tipp tanácsadó weboldala biztonságos fizetési rendszerrel, 60% feletti nyerési eséllyel. www.tippvadász.hu, kizárólag 18 éven felüliek részére. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban pedig a Ferencváros karrierrel fogunk tovább haladni, de ráadásképpen van egy ilyen kis vérfrissítés is, ahogy mondtuk már korábban, a rengeteg támogatásnak, reklámnézésnek, tippvadásznak, mindenek, amivel így viszitek az egész csatornát, ide volt visszaforgatni, most már a kontrollerre nem foghatok semmit, hiszen egy ilyen fekete PS5 DualSense Joy-jal tolom tovább. Lehet, hogy még visszanézünk a fehérre, hogyha nagyon rossz lesz, és sok volt bekapok, csak hogy a babona megmaradjon, de azért kellett a második kontra, hogy SCH-val tudjunk jó meccseket egymással nyomatni, és esetlegesen akár jövőre megnézzünk a sima karrier mellett, majd kitaláljuk, hogy egy közös karriert. De most koncentráljunk erre, hiszen a Ferencvárost fel kell turbózni az átigazolásokkal, meg mindennel, de most játsszuk le először a meccset, és akkor utána koncentrálunk a két meccs között az átigazolásokra. Így is amúgy elég jól néz ki a csapat, én teljesen meg vagyok elégedve. Igaz, itt a pozíciókat azért ezt át kell rendezni, hogy normálisan elmentse. Ezekkel mindig vannak gondok. De ettől függetlenül egyébként tényleg nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel a csapattal, ahogy így összeraktuk. Közösen ráadásul ez a Gavi, ez izgalmasnak tűnik. Többen írtátok, hogy inkább büntetés a Gavi, hogy elvette az összes pénzemet. De óriási tehetségről van szó, tehát simán fejlődhet még fölfelé. Úgyhogy a többi része a csapatnak igazából itt jól néz ki. Úgyhogy én azt mondom, hogy menjem. Nézzük meg, hogy mire képes ez a gárda. Úgyhogy Tottenham Hotspur elleni meccs. Az előző meccsükön kikaptak, úgyhogy ilyen szempontból is nekik ez győzelmi kényszer, hogy ne kezdjék rosszul a Premier League-et. Nekünk meg pedig ott volt a győzelem. Nagyon kinkeselves, nagyon-nagyon nehéz mérkőzésen, de nyertünk, úgyhogy ez a legfontosabb. Világklasszis nehézségén ezt hagyom, ez nekem tökéletes szint, viszont a csapaton azért annyit módosítanék, hogy Gavi egy picit fáradt, úgyhogy helyette Lajduni fog kezdeni, vagy Ceballost is megnézhetjük, és akkor majd Gavi egy picit később fog bejönni második fél időbe. Son, Richarlison, Kulusevski, Bentancur, Endidis, Sessegnon, Davis, Romero, Timber, Lafont, kapuban, Spence. Érdekes a csapat, hol van Loris, nekem ez egy kicsit furcsa, de figyeljetek, nyomjuk, lássuk meg, hogy mire képes ez a tát, hanem így ezzel a kerettel. Szalai Attila, Marquinhos, aki 5 gólt lőtt az előző 3 meccsén, az nem semmi. És ez egy csodálatosan szép stadion, amit nemrég építettek, úgyhogy még friss. Még illata is van, a gyep tökéletes, úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük meg, akkor aztán nem természetesen egy jobb csapat, de ha az a cél, hogy nemzetközi kupa helyen végezzünk majd a bajnokság végén, akkor egyértelműen itt is teljesíteni kell, és minimum egy döntetlen az elvárás, bár azért jegyezzük meg, hogy vendégben vagyunk, most a Fradi szurkolótából lehet, hogy kevesebbszer halljuk már, azért nem szurkoló is ott vannak, majd meglátjuk. Nézzük egy ívelés, egyből Kulusevski felé, de azért ott vagyunk, tehát figyelünk Kulusevskire. Szalai Ati, nagyon jó a védelem, és az egész csapat tengelye, hiszen ő a csapatkapitány. Mukoko, szépen adja ki, Gallardo. Egy jó beadás már egyből, a fejelés nem jött össze. De egyenlőre mondom, még biztonságban vagyunk. Harry Kane is nagy hiányzó a Tottenhamből, nem tudom, hogy ezek a játékosok eligazoltak, vagy mégis mi történik velük. Én mondom, Loris se értem, oké, hogy öreg, de azért francia válogatott kapus. Afif vissza, a passz előre egész jó, Mukoko, ki a szélre, vissza, Vega, az jó, Kerkez, akár be is adhatja. A fejelés nem rossz, de csak kiment, Ceballos, ott elég közel vagyunk most már, azt vissza lehet tenni, rá is lehetne lőni. Sessegnon vágta ki, utolsó pillanatban Richarlison hátára rámásztunk, Marquinhos elől meg. Rúgják a labdát, ott abban az irányba kellett volna mennem. 16-os felé próbáltam betörni, de nem volt jó választás. Son, gondolom én már 90-es lehet, mert azért halad az idő, tehát fejlődnek a játékosok más csapatoknál is.
Son mekkora csel! Kulusevski megszerzi a gólt. Lunin védeni nem tudott. Erősen gondolkodom rajta, hogy meg kéne nézni Van der Voortot. De az, hogy Kulusevski ezt így berakta, az nagyon kemény. Hát ez egészen durva volt. Azt a mindenit. Na jó. Oké. Gallardo. Picit bajban vagyunk. Nem vészesen nagyon, de azért a bekapott gól sose jó. És remélem, hogy még innen van visszaút. Figyeljünk, hogy ne kapjunk be többet első körben. Son. Adott egy kötény Kerkeznek, de visszahúzta. Nem indult meg a támadással. Óriási üres területen mozog be Spence. Majdnem leütötte a partjelzőt. De most mi ütjük le Spence-t? Gallardóval. 15. perc egyenlőre a Tottenham irányítja a mérkőzést. Lehet meg lesz az első győzelmük, de jó lenne, nem ellenünk történne ilyesmi. Ndidi. Bentancur. Nagyon jó passzolgatnak. Szalajati gyönyörű mintaszerű becsúszása. Az óriási volt, az nagyon jó volt. Át a másik oldalra, Vega azt szerintem be lehet futni, tehát ez nem lehetetlen. Így is van. És most pedig be lehet adni. Majdnem kirúgás lett a vége, úgyhogy örüljünk ennek, hogy legalább így eddig eljutottunk. Ezt kitesszük szépen. Hátra. Azaz. Szalajati kicsit megfuttatja, de Nájár, de semmi lehetetlen. És rossz passz. Hát ez baj. Spence. Pedig laposan passzoltam, és mégis rosszul sikerült, nem örülök neki. Spence ismét, Palacios. Óriási helyzet. Jézusom, Mukoko, hatalmas helyzet, és a földbe rúg. Hát ez egy ajtóablak szituáció volt. Ezt csak el kellett volna lőni időben. Richarlison. Ndidi. Ejha. Spence. Jó. Külsővel a passz. Kicsit mögé érkezett Marquinhosnak. Jobban is elsülhetett volna a dolog. Az még mindig nálunk. Marquinhos lőhetne rá, és megint nem tudunk. Egyszerűen nem jutunk el lövésig. Mert vagy blokkba megy, vagy a védők leszerelnek. Hiába vagyunk ott a 16-osuknál, nem bírjuk az akciókat befejezni lövéssel. Óriási probléma. Ezen változtatni kell, tehát itt arra kell koncentrálni, hogy az akciók végén lövéssel zárjuk le. Timber utolsó pillanatban szerelnek, folyamatosan nagyon jó, nagyon figyelnek a Tottenham védők. Son. Megint csak. Szépen adja előre. Sessegnon, Richarlison, brazil válogatott. Jól van. Vissza. Marquinhos nagy megfutásban, de elveszítjük a labdát, mire odaérnénk. Richarlison ismét. Az jó. Marquinhos nem. Ezek a passzok, utolsó passzok nem. Egyszerűen nem sikerülnek, és ezért viszont nagy kár. Legrosszabb esetben átmünk egy picit támadó felállásba, hogy az egész csapat előre tolódjon, hogyha ezen nem tudunk változtatni. Kerkez hiába fekszik a földön. És ott a gól. Ugyan változtatni kell. Ez nagyon-nagyon nem jó így. Lunina meg egyáltalán nem vagyok most megelégedve. Nincsen jó formában. Jó, nagyon közelről jött a rövés, de a rövidre kapta be. És a rövid az mindig a kapusnak a feladata védeni. Ez ősidők óta így van a futball történelem könyvekbe is leírva. Afif próbálkozhat meg egy elfutással, de les. Még az se jön össze szegénynek. Spence, felborítunk egy embert, teljesen szabálytalanul játszunk. Tottenham szurkolók pedig énekelnek. Kulusevski. Spence már. Palacios higgadtan, okosan. Mukoko. Szép. Azt előre lehet tenni, az nagyon jó. Afif. Palacios, hibátlan. Nem bírok egyszerűen előre menni a támadással. Mindig jó helyen vannak. Kivezeti Richarlison. Köszönjük neki. Gallardo egy nagy bedobás. A bírót próbált elébe találni. Nem békességből dobta felé. Bár a bírónak olyan hűde sok rossz ítélete nem volt. Most azért szabadrugást kaphatunk volna.
de ez a Premier League, itt kemény foci van, és Vega le is sérül ebben, hát ez gyönyörű. Kerkez sérülését egyébként megúsztuk, hiszen az előző mérkőzésen az egészen parázs volt mellé. És Vegára már kiírtak egy csere lehetőséget, hogyha fél időig nem sikerül felgyógyulni, akkor valószínűleg le fogom cserélni, mert azt meg nem akarom, hogy bármilyen komolyabbat összeszedjen. Valami nem jó a csapatnál most. Mert Kerkezni egy 5 napot sikerült, 5 napos sérülést összeszedni, azt hamar kigyógyulta, tehát picit PS-ezett otthon, nyomta a Freddy karriert, aztán utána már lehetett is játszatni, mert felgyógyult. De remélem Vegánál se lesz több, hogy egy hetes rövidke sérülésnél, bár hétközepi meccs jön egyébként ezután. Úgyhogy bajos lenne, hogyha a legjobbunkra nem tudnék számítani. Mert jelenleg pontszám, overall pontszám szerint Vega a legjobb a csapatban. Hát figyeltek, ez így egyenlőre. Kicsit szomorkás. Nem állunk túl jól, az a helyzet. Afif próbálkozott egy párszor, de sose úgy, hogy jó legyen. Jó, Vega felgyógyult, én ahogy látom, akkor ez nem egy komoly sérülés, én akkor viszont Palacios vagy Ceballos, hát fú. Nem tudom. Van der Voort Luni helyett, ezt muszáj meglépnünk, srácok, én azt érzem, hogy Luni nincs jó formában valamiért. Megnézzük Lajduni Palacios helyett, de ez se egy olyan csere, amitől pontszámban jobbak lennénk, de remélem, hogy egy ilyen védekezőbb jellegű játékos, ez kisegít majd minket hátul, mert Lajduni elég jól szokott védekezni. Vegával szemben ismét szabálytalanság, ez már a sokadik, a legjobb játékosunkra mennek rá. Ez jó. A bepassz még mindig jó, Lajduni és elveszti, hát ő nem a jó támadásokról híres, Richarlison. Remélem ez a második fél idő azért több boldogságot hoz nekünk, meg jobb lövéseket. Egyenlőre ugyanúgy folytatjuk, ahogy az elsőt, Van der Voort is bekapja, Son lövése volt gyönyörű, erős, nem túl pontos, de mégis bement. Totál középre, belőtte erőből, 16-oson kívülről, ez nem volt egy védhetetlen lövés, nem a kapusokkal van a baj. Vagy ha igen, ez a csere ugyanúgy nem segített. Nagyon-nagyon nem jó ez most így. Spence. Szalajati. Mukoko. Nincs kinek adni, nincs kinek adni egyszerűen. Vissza másik oldal. Az se jó, de Denayer begyűjti. Kicsit bakkecskézik, de megszerzi a labdát. Van baj. Lajduni. Az ős Fradiból Lajduni. Mukoko. Jó, kihozta a kapus. Ez egy lehetőség nekünk. Már visszaért a helyére sajnos. És lövésig se jutunk el egyébként, tehát ez a legfőbb probléma ezen a meccsen, hogy nincs lövésünk. Ezt érzem is, ez nem kell statisztikát nézni, hogy lássam, hogy nem tudunk kapura lőni. Na jó, Denayer, Ndidi, próbálunk Gallardóval is védekezni, nem sikerül. Ott elrontják a paszt, Van der Voort kicsit bemelegedhet. És uff, Son. Milyen kabedobás, igen, de ez... Harry Kane jön be a csapatba. Őha, még akarnak gólt lőni? Mi a terve? A Tottenhamnek azzal, hogy Harry Kane-t is behozza. Gondolom, hogy még szeretnének, még gólt, de kevés nekik a 3-0, de én nagyon elégnek érzem, nem akarok történelmi veleséget szenvedni. És ezen főleg, hogy az első meccset győzelemmel kezdtük, ez most nagy visszaesés így. Kerkez! Azaz! Gyere, Kerkez! Gyere! Tökéletes! Mukoko a lövéssel! Kerkez, ez jó volt! Mukoko át Alonso! Azonnal! Cash is bejön! Azonnal jöhet! Cash meg ott van mára! Tehát a nem be, hihetetlen a lengyel, akkor a karrier fut be. És elveszítjük. Ndidi volt nagyon jó. Szerelésben. Cash? Hogy fut Cash? Hihetetlen! Hát nem lehet megállítani a lengyelt. És már Sonnál a labda, aki mintha középcsatár játszana. Új pozícióban. Az meg a miénk. Jó, feltartottuk Erikent.
némileg szabálytalanul, de semmi vészes. És vissza is kapja a labdát azonnal. De most volt valami. Egy sárga lap Szalai Attilának, Spence lejön. Na jó van. Az előreadás semmi. Nem jó. Próbáltam előreadni. Valahogy muszáj előreadni, tehát nem lehet ezt így. Thunderbolt. Jó. Brentford ellen játszunk a következő fordulóban. Én remélem, hogy ott azért több győzelemre számíthatunk, vagy jobbra. Mert ez, amúgy győzelem nem lesz, az döntetlen se. Így ezzel a teljesítménnyel. Nem lehet előreadni. Annyira körbevesznek, hogy még hátra se. Biztonsággal nem. Tehát ha hátrapasszom, akkor is elveszítjük a labdát, úgyhogy nagyon rossz helyzetben a csapat most. Szalajati más sárgával nem csinált semmi durvát. Meg amúgy is 16-oson belül óvatosan kell. Alonso hozhatja el a plusz teljesítmény, de Harry Kane is betalál. Óriási voltak azt Harry Kane. Semmi miközünk nincs el a mérkőzéshez. Harry Kane. Külsővel meglövi Denayer, nem ér oda szerelni, a kapus rosszul helyezkedik, teljesen kint áll, nem volt jó. Nézzük meg a támadó felállással, mire megyünk. Ott az egész csapat feljebb fog tolódni. Alonsót felhagyjuk egyedül most. Hát neki is fel kell nőni a feladathoz, nincsen mese. Gavit behozzuk, muszáj. Nem tudom, Ceballos még oda jöhet előre, ő szereti azt a pozíciót valamennyire. Ennél jobbat most nem tudok csinálni. Essity-be jön Szalajati helyett, Gallardo helyett, meg Csivics, ha még annyi cserénk van, nincsen, nem is baj. Nagy-nagy problémákban vagyunk. A Tatanem pedig szerintem óriási pontszámokkal rendelkezik, ez is furcsa ugye, hogy vesztettek az első meccsükön. Son 89-es, egy gól, két assziszt, hihetetlen meccsembere. Harry Kane 89-es, Richarlison 84, Kulusevski 85, Bentancur 82, Ndidi 86, nagyon jól játszik. Kest 82, Szeszeny 80, Davis 79, Romero 87, Timber 83, Carvajal. Daniel Carvajal ott van a Tottenham Hotspur-ben 84-es pontszámmal. Lafont kapus 84-es. Bissouma a padon 85. Sadio Mané 88, a Tottenhamben egy Mané és a padon kapott csak helyet, tehát még egy Mané cserére számíthatunk, és 85-ös Lloris. Te fiatal kapust játszhatja, ez logikus egyébként, de ez nagyon kemény. Kulusevski helyett jöhetne Mané, de hát Kulusevskinek egy gól, egy gólpassz, tehát őt meg értelmetlen lenne lehozni, de szerintem majd megtapsoltatás miatt lefogja. Állítsuk át akkor a csapatot egy támadó felállásra, de nagyon jól játszik egyébként a Tottenham. Tényleg nem sok esélyünk van. Majdnem sérülést is összeszedtünk ugye Vegával, de hát nehéz, nehéz ez a mérkőzés. A Tottenham 89-es játékosokkal brutál jól játszik. Nagyon komoly csapattá érett. Ez biztos. Cash. Nem tudjuk megállítani Thunderbolt. Itt sokat kell még fejlődnünk azért. Ez a nemzetközi kupa szereplés és pozíció is eléggé erősnek tűnik. Ahhoz azért tényleg rengeteget kell fejlődni a játékosunknak és a játékunknak is. Nem csak de a játékosokon múlik rajtam is. Ceballos tette rá. Hát azért ez még edzeni kell egy keveset, hogy ő ezt így erőből rá tudja tenni. Timber, ez a Carvajal, megleptek, amúgy jónak érzem, ez egy jó igazolás, egy 84-es védő, az mindig jó, ez a Tottenhamet eléggé felerősíti. A Mané az nem tudom hova, tehát Kulusevski, Son, Harry Kane, Richarlison, tehát a Manét azt nem érzem túl jó húzásnak, de fel, hogy padoztatják, de mindegy is, ő dolguk, Harry Kane. Az én tisztem megítélni, hogy hogyan igazol a Tottenham. Nem bírjuk kivágni a labdát, csak próbálnám menteni a 16-oson belülről, és semmi más nem szeretnék. Afif kirakja oldalra, ez 4-0 kicsit megsemmisítő, főleg amiatt, mert ugye nyertünk az előző meccsen, az első Premier League találkozón. Na mindegy,
Alonso, egyedül szegény. Nem is tud hova menni. Hát nincs kinek adni a labdát, senki nem segít neki, mindenik bebújik emberek mögé, az összes játékosunk. Nem is jól helyezkedünk, tehát ezzel is probléma van most, ahogy látom. Az, amilyen kellene, hogy legyen. Nem lett az. Gavi, nem jó a passz. Kerkes se tudja szerelni. Denájerbe belelövik, földön fekvő Denájerbe a labdát. Ó, van. Lassan már meccs vége lesz. Son. Davis. Azaz, Kerkez. Ő jól játszik, Kerkez. Volt pár jó megmozdulása a mérkőzésen. Gavinak kell kifejelnie. Vandermort védte ki. Gavi nem egy magas ember. Nem ő fogja ezeket kifejelni, mégis neki kell. Most megoldja. Afif rohannak ki, marad a 4-0. Katasztrofálisan rossz eredmény. Mukokóval egyáltalán nem vagyok továbbra sem megelégedve, de az egész csapat ezen a meccsen nulla volt, tehát semmilyen visszatartó erőt nem képeztünk, a Tata nem azt csinált velünk, amit tulajdonképpen akart, úgyhogy ez egy sima meccs volt nekik, hogy visszajöjjenek a Premier League-be, mindösszesen 4 lövésünk volt, ezt éreztem, hogy egyszer nem tudunk kapura lőni, interjúzni most, nincs kedvem, inkább az átigazolásokkal foglalkozunk, a Brentford megnyerte a mérkőzését, úgyhogy ellenük azért ez így most nehezebb lesz, mert nekik ez egy jó hangulódás. Na nem baj. Oké, nézzünk rá a chatre. Ki és mit dumál hozzánk? Szeretné játszani Csivics? Jó, fog majd. Csak mindig valami más cserét kell ejtenem, és nem fér be Csivics. Jó, elvileg nézzük itt a Squad Hub-ba, hogy mi a helyzet. Mert vannak itt jó játékosok. Lunin felfejlődött 79-esre most már, tehát egyet fejlődött. De a teljesítménye az hagy kívánni valót maga után. De azért természetesen tovább fejlesztjük, nehogy itt bármi probléma fennálljon. A többiek is jó haladnak. Kerkez az meglep, hogy már 80-as elképesztő formában van. Illetve Gavi is szépen fejlődik. A többiek tök jók, úgyhogy azzal nincs baj. Én remélem, hogy itt majd számíthatunk valami jóságra. Hogyha nem igaz, nem sikerül leigazolni. Semmilyen féleképpen se Adam út, mert ne szeretnék még egy csatárt, mert azért Alonso még nagyon fiatal, és összesen 3 csatár van most a csapatban, ami kevés. Főleg egy 2 csatáros felállásban nem tudnám mind a kettőt ugye lecserélni, ez így nem jó, meg nagyon fiatal az összes 24 éves. Most nem is az, hogy öreg csatárt akarok, hanem vagy akkor Adam út megszerezni még, ha nem sikerül, akkor viszont a 74-re felfejlődött Regic, mert amúgy az nagyon durván játszatja a spanyol csapat, ahova kölcsönben van. Szóval, hogyha nem sikerül Adamot, akkor visszahozzuk Regicet, mert az is elég durva, hogy mondom, hogy ő 74-es. Úgyhogy nézzük meg először, hogy a transferben mit tudunk csinálni, mert egy cserével akár el lehetne hozni. Úgy, Transfer Hub, és akkor itt van Adamu, akivel megpróbáltunk megegyezni. Ugyanúgy meg kell egyezni ilyenkor, mivel hogy Adamunál fizetéssel csúsztunk el. Egy player swap-et. És a wingereknél azt hiszem, hogy Schäfert akarták elvinni. Én odaadom nekik ugyanúgy Schäfert, csak ha megtalálom, középpályások között lesz Schäfer. Így van. Tehát Schäfert akarták elvinni. Jó, mert akkor ugye pénzbe nem kerül. Schäferrel az előző videóban ezt nézzétek meg, ott megindokoltam. Nem ezen a részen csúszott el igazából az átigazolás, és mellé még 2 milliót tudok allokálni nekik. Elfogadták, jó, ez egy ilyen 8 millió összesen, szerintem ez így korrekt. Salzburg is jó jársé felre, mert fiatal, csak én már nem tudom játszatni, az a baj. És akkor most kéne még Adamuval megbeszélni a dolgokat, a koszos telefon mutogatják nekünk meg a főnököt az irodába. Talán, hogy nem egy kávézóba vagyunk így. Több eséllyel fogunk megegyezni. Rotation, tehát nem akar minden meccsen szerepet kapni, ez nekünk tökéletes. Nem akar rövid szerződéssel kötni, a 4 éves szerződés nekünk is jó. Nem akarunk kivásárlást, nem itt bukott el a dolog, hanem nagyobb fizetést kell neki adni. Úgyhogy én egy 22.000-es, 23.000-es fizetést, meg valami kis bónuszacskát is biztosítok a számára, mondjuk 300 000-et. Meglátjuk erre, mit reagál, ez jóval nagyobb fizetés, mint amit előzőleg kínáltam.
felemelte 29 félre, és még meccsenként, hát kiszedjük azt a bónuszt, így megtartjuk a fizetést, jó, de a pályára lépéses bónuszt el szeretném venni tőle. Ő ezzel szemben akkor még egy 500-ast emel, papírpénzekkel szórakozunk, kis pénzecskékkel, de jó, legyen, 30 ezeres fizetést kap. Kicsit magasnak érzem, de megnézzük akkor, hogy mégis Mizu, Schäfer, ezt már megbeszéltük, ugye nem fogom tudni játszatni sajnos. Jó, elég sok pénzt kértek Adamuért, úgyhogy ez egy rossz transfernek ítéli meg a játék, de 75-ös viszont, engem meg ez érdekel, hogy egy 85-ös sebességű 75-ös, tehát akkor Regic maradt kölcsönbe ugyanúgy, még érjen a fickó, viszont most így nagyon motivált lettem, még várni kell, amíg megérkezik a repülője Adamunak, úgyhogy akkor pörgetjük az időt, amúgy más eladást, ilyesmit nem terveztem. Jó. Szalaira érkezett transfer offer, kivinne a City, Manchester City elvenni Szalai Attilánkat. Hát ez nem, ez biztos, hogy nem, 28-ért meg aztán pláne nem. És beszélni kell Pászkával, illetve Kerkezzel. Kerkez jó játékos, ő még nagy karriert fog itt befutni. Megnézzük, hogy Adamu itt van-e már, mert nagyon várom őt. Nincs itt még Adamu, hova? Késik, hol késik a gépe, mert Adamut már nagyon szeretném a csapatba látni. És most nem értem, hogy hova késlekedik a gépe, még pedig el van, elfogadta, tehát itt igazából jönni fog. De nem tudom, mi a tökömet szenvednek. Jó, hát valamikor a jövőben csatlakozni fog a csapathoz, oké, de még az orvosi vizsgálatokon lehet valami doppinggal kibukott. Na mindegy, Damsgaard, Bardeira, Mbuo, Lokonga, Onyeka, Szárkóza. Van egy-két ismerős ember egyébként ennél a Bradfordnál, de szerintem ez legyőzhető csapat. Meglátjuk. A mi gárdánkban Lunin fejlődött, de én ettől függetlenül is a cserekapusunkat szeretném kipróbálni. Adamu ott van, vak vagyok. De miért került be a cserékhez? Lol. A játék egyből a tartalékok helyett a cserékhez rak. Ja, mert a csere. Aha, oké. Okay. Szóval, ugye ha a Schäfert elcseréltük, Schäfer helyére jött, azért rakta be. Jó, oké, okay, figyelj, jó. Egy csereként fog bemutatkozni Adamu, de ez teljesen jó. A mustatra nagyon durva, SCH javasolta egyébként az ő leigazolását, mert olcsó, nagyon gyorsan fejlődik, és alapból egy kész játékos, tehát 75-ösen egészen nyugodtan lehet játszatni. Én Alonsonál nem érzem azt, hogy 72 fejlődött, de hú, azért... Nehéz, nehéz, mert nagyon sokat kéne játszatni. Na mindegy, egyenlőre így nézünk ki, szerintem ez se rossz. Én azt mondom, hogy akkor nézzük meg ezt a meccset, még azért szabályozt leszedjük, mert eléggé fáradtnak tűnik helyette. Rét is majd megnézhetjük, hogyha úgy hozza a helyzet, hogy a csapat könnyedén nyeri ezt a meccset. Gavi visszakerült most a kezdőbe, megint vendégben vagyunk sajnos. Remélem, hogy ettől függetlenül is azért elkísér néhány fradi szurkoló, illetve egy jó meccset játszunk, mert kell most a három pont. Most kell, ha valamit is komolyan gondolunk, akkor most kell. Nagyon szép a Brentford stadionja egyébként. Kicsi aréna, de van hangulata, színes székek. Olyan jól néz ki. Mögötte a panelház, panelház erkélyéből nézhetitek akár ti is a meccset. De most pedig nézzük a találkozót, akkor szép vendégmezünkbe, az ellenfél pedig a piros, fehér-fekete hazai szerelésébe. Ott volt egy szabálytalanság, így van. Ebből max beadás lesz, kapura onnan nem szokták tenni. Így van, ez egy rosszul sikerült beadással próbálkozott első körben. Hoppá, Sambi szedte le. Az ügyes volt, ezt szépen leszették vissza a labdát. Szalajati. Itt a City is vinni akar, az durva, és Van der Voort kivépte. Nem ment be a kockás stílusú hálóba. Nagyon megcsinálták ezt a stadiont. Jól néz ki. Gallardo. Ott van Van der Voort, összeszedte azt a labdát. És akkor ezzel lehet már támadni. Afif. Kis cselek. Palacios. Nagyon rendben van. Mukoko. Szép az átadás. Az nagyon jó befutás. Mukoko, lőd el. Azaz. Mukoko. A kamera kicsit furcsán torzul, amikor a kapu közelébe érek, a kis stadionokban ez így szokott lenni.
Ja, hogy ez nem is Premier League, most látom. Akkor a madár vagyok. Most látom, ez nem is Premier League. Meg lehet, hogy a Brentford mondjuk nem is Premier League csapat. Hát ez komoly. Én már sem tudom, hol játszik a Brentford. Hát ez durva, én meg azt hittem nagy naivan, hogy ez egy Premier League mérkőzés. Ez egy Liga Kupa meccs, úgyhogy... hát itt fiatalokat mindenféleképpen be fogunk vetni, akkor ezért nem veszik komolyan a meccset Brentford, vagy csak nem tudják ezt a szintet. Most ezt nem tudom, de majd a játékosok pontszámai alapján ki fog derülni. Nem baj egyébként, hogy ilyen fullos csapattal megyünk, mert szeretnék tovább jutni, hát a vezetőség elvárása az, hogy kupát nyerjünk. De legalábbis jól szerepeljünk, és ilyen döntő szintig, ha van elmód, akkor eljussunk. Úgyhogy ezt hozni kéne, ezt a meccset könnyedén, egészen könnyedén. Mukoko rá is lőheti, lepattan a blokkról. 11. perc, kényelmes 1-0-ás vezetés. Jó lenne akkor már megnyerni ezt a meccset és fiatalokkal operálni a második fél időben. Onyeka mondjuk ő nem rossz, meg Damsgaard, ezek is válogatott játékosok, tehát ezek nem rosszak. Sambi. Az jó, Szalajati. Hibátlan, egyenlőre ez jó akció. Vega, aki nem sérült le se hány meccse se. Úgyhogy az megnyugvás azért, nem szeretnék sérülésekbe belefutni. Nem úgy van kitalálva a csapatom, hogy belefér sérülés. Maradjunk annyiban, nagyon kívánjunk számolva, hogy kiből mennyi ember van így a posztokra. Szalai Ati, szép az előreadás. Remek, Gallardo, labda megtartása jó lett volna, nem lökik fel mondjuk. Janelt. Ayer. Dán válogatott. Pinok. Henri. Majd Onyeka. Gyors labdajáratás, Damsgaard felé repül a Lasti, már meg is szerzi, mire kimondom. Mekkora gól! Azt a mindeni, Jedson vagy ki a figyfene, hatalmas gólt lő. Ez döbbenetesen nagy találat volt. Megint 16-oson kívülről, vagy pont 16-oson belülről, de kicentízve nagy erővel belövi a sarokba. Hát ez meg kellemetlen meglepetés, azt kell, hogy mondjam. Már mondjuk az is meglepetés volt, hogy Mukoko gólt lő, de ez meg még jobban. Jedson. És ráadásul képe sincsen, tehát futózni se tudták annyira. Neve nincs, nem ismert játékos, és ehhez képest mégis góllal köszön be. Vega. Marquinhos össze-vissza forog. Furcsa mozdulatokat megtéve, Kerkez. Na Marquinhos, nagy lövés! Szárkózza. Ebbe pedig volt erő. Beadjuk középre. Denayer, ő jól szokott fejelni, ha eljut hozzá a labda. Sambi magát is feláldozva, Tigris bukfences fejeléssel. Afif hova adja be? Hát ez egy klasszikus beadás lett volna, négyzetet nyomtam ehhez képest. Csak odaadtuk az ellenfélnek a labdát. Jó, Szalajati. Az rendben van, Marquinhos. Marquinhos megint nagyon jönnek rá. Inkább hátra, akkor legyen, fordítsuk át a másik oldalra, mert Brentford elég keményen játszik. Ó, már ment volna be a passz a 16-oson belülre, amikor szereltek. Sonlau. Előre. Jedson megint. Oda kell csúszni azt a mindenit. Lábtörős becsúszás Szalajati lánktól. Citynek gondolom ezt tetszett meg. Egyből vitték is volna. Kevés volt a pénz, amit felkínáltak érte. Nem, Attilát nem adjuk el. Jó srác. Sambi. Uha. Iván be volt, jól van. Kerkez. Juha, hátra, mert baj van. Ki a szélre, de Neuer. Az az üres terület, ez az. Így lehet jó kihozni ezt a labdát. És majd elveszíteni gyorsan. Damsgaard. Jedson. Nem jó egyenlőre. Uha, Damsgaard, de jó helyzetben kapják. A lába között megy be Van de Voortnak. Azt a mindenit, hogy fordítja meg a meccset. A Brentford. Nem kell itt tartalékkeret, a főkeretünkkel se tudunk megcsinálni.
Ez hihetetlen, hogy a lába között megy be a kapusnak. Én azt hittem, hogy megvan oldva így a kapus dolog, de konkrétan semmivel nem jobb Agdi busznál. Hát, ezt nem védeni. Embol. Aha, és nem is a lába között, hanem a keze és a lába között. Hihetetlen, hogy... Ó, ez nagyon béna volt. Ez nagyon-nagyon gyenge teljesítmény volt. Hihetetlen, nem engedhetjük őket rálőni, mert annyira nem tudnak védeni most a kapusok. Nem akarok mindent rájuk fogni, de hát azért ez... Nekem egy szögletre kitolhatta volna. Még nem bírjuk eltalálni a kaput, annyira idétlenek vagyunk. Márkinyosszal. Öha. Na jó. Oké. Hát, gondoltam adok egy jó passz Mukokónak. Semmi nem lett belőle. Afif, visszafordulunk. Úgy, Gallardo. Azaz, az jó bepassz lenne, csak vegyük már át. Ne bújjunk már el az emberek mögé, hogy ne lehessen passzolni, nevetséges komolyan. Afif, azaz. Ott van a befutó, az jó, Marquinhos. Azaz, nem. Pedig ez nagy lövés volt. Pedig ez jó volt. Kihívunk, Afifot kihívjuk. Hopp. Azaz, jó. Az nagyon jó. Vega, Vega nagy lövése. Sztárkózzá. Na most mi nyomunk? Most nyomunk. Vega, Vega, megint jó volt ez a kis szöglet kombináció, ezt folytatjuk, befutunk Vegával, rátekerjük, még az jó lehet, nem tudom ki lőtt kapura, de nem volt rossz lövés, Gavi volt talán, aki kapura csűrte, lehetett volna veszélyesebb is, de kapus maga biztosan fogta, ez a Starkoz, ez jó véd, igazából az ellenfélnél mindig jó véd a kapus, bárki is legyen szó valamiért. És lefújják az első fél időt, döntetlennel azért szívesebben vonultam volna szünetre. Ez így enyhe kellemetlenség. Jó. Na nézzük akkor merre lehet cserélni. Szalajati megint begyűjtött egy sárga lapot, ez már ilyen nála fixnek tűnik. Nézzük az ellenfelet, milyen emberek. Damsgaard 80-as. Ez a Jadson csávónak nincsen fotója, de 78-as. Embu 79, Lokonga volt arzenálos 81, Janelt 77, Onyanka 70-es, egy tisztességes 70-es, 80-as csapat. Ez a gárda. A cserepadon nincsenek olyan hüde jó emberek. Tehát ilyen hirtelen nem tud majd ilyen váratlan 88-as embert behozni a Brentford, mint ugye Tata nem tette ezt. Sőt, be se hozták Manét. De a kezdő csapatok egyébként nem rossz. Tehát vannak ott 80-as emberek, úgyhogy nekünk is fel kell nőni a feladathoz. Én azt mondom, hogy akkor Adamot be is hozzuk. Most a kapuscsere, most hát nem védjen végig Van der Voort, de nem vagyok megelégedve vele. Ez egyértelmű. Nézzük meg Csivicset is. A többieket meg. Az a baj, hogy hova. Tehát a legjobb csapat van kín. Nem tudom, hogy hova lehetne változtatni ezen. Adamu. Már nála volt a labda. Ő kezdte el a játékot. Első labdaérintései. Legalább nem veszítette el. Afif. Erre az Adamu gyerekre nagyon kíváncsi vagyok. Reméljük, hogy jól fog teljesíteni. Adamu már egyből középre húzza. De szép lett volna, ha góllal kezdi meg a karrierjét a Ferencvárosban, Salzburg után, mert hogy neki ez egyértelműen előrelépés szerintem, hogy a Premier League-ben játszhat a Fradival egy középcsapattal. Úgyhogy remélem, hogy itt akár ugró deszkaként használva is, de jól fog szerepelni. Afif. Afif nagy lövése. Sarkozy. Tapsolja magát, meg a közönséget. Ott a maroknyi Fradi szurkoló pont látszódott. Adamu nagy fejese! Azt a mindenit! Ez komoly fejes volt. Vega! Megkapja a nézőktől a labdát. Keményen belőjük, de laposan. Ami aztán végül emelkedik. Adamu fejét nagyon megtalálja ez a szöglet. És egy elég durva becsúszás után jöhet Damsgaard. Akivel Szalai Attila fut versenyt, és Attilánk nem szerelhet keményen. Ehhez képest tömegverekedés alakul ki a pálya szélén. Nem semmi. Ez menni már Damsgaard. Kerkez nem bírja kitenni. Úgy, így már sikerül. Vega gyűjti be. Nagyon jó. Marquinhos. Vega fut a szélen. Cselezget csak hova? És kinek? Közönségnek? Azt nem kéne, az eredménynek kéne focizni.
Az kellene, hogy fontos legyen, mert az első fordulóba kiesni a Carabao Liga kupába az óriási nagy szenvedés meg röhely tárgya lenne. Újságcikkek jelennének meg, hogy a nagy Premier League csapat egyből kikapott. Nem szerencsés, hogy vendégbe kezdjük a kupát, de ettől függetlenül jobb eredményt kellene elérnünk. Csivics nem tud szerelni, csak fekszik a földön, már olyan öreg, hogy felállni se bír. Nagyon hanyag lövés volt, tegyük hozzá, ez eléggé nagyképű volt, hogy így be akarta passzolni. Nem is jött össze Janelt. Menjünk rá, valamit csináljunk. Nem tudunk odalépni. Jó, nem tudtunk odalépni, elrontottam az ütemet. Gavi, nagy passzokat tud adni. Ott a varázsló. Marquinhos átpasszolja, ki tudja befejezni ezt az akciót az égvilágon, senki. Pedig üres volt a kapu pár másodpercre. Vega, nagy lövés Vega. Hihetetlen nyomás alatt a Brentford kapuja, egymás után jönnek a jobbnál jobb lövések. Most már csak gólt kéne rugni. Vegát kitolják, és nem volt szabálytalan. Hát oké, hogy testel, de mekkora erővel tolták ki. Gavi! Esve kelve, de fejjel. Palacios! Megpróbálja Power Shotot, belerúgnak a lábába, felborul. Csivicsnek kell versenyt futni Embuóval. Nem egyszerű feladat, mert a tempó ott van. De Csivics végül is megzavarta az ellenfelet. Higgadjunk le egy picit, pedig ezt a nyomást fenn kéne tartani, nem úgy kéne lehiggadni, hogy nem játszunk jól. Csak ésszel befejezni az akciókat. Vega ismét, sztárkózzá. Megint a beadást választottam, pedig a lövés gombot nyomom, lehet, hogy jobban járunk. Nem tudom, Onyeka. Nem sikerül Gavinak labdát szerezni. Centiken múlik. Egyértelműen mi vagyunk most a jobbak. Ademu! Lefutják, és még mi voltunk valami miatt szabálytalanok. Én semmit nem vettem észre ebből, de mindegy. A bíró biztos jobban látta. 72. perc, óriási bajba a csapat. Ultra atakra állunk át. Ez látszik is, mert egy az egybe mehet majd a Brentford Lunint, vagy Van de Voortot, vagy nem is tudom már kit, de kihoztam. Magától láttam, hogy nem jött volna ki. Ademu. Marquinhos, óriási helyzet, be kell lőni, megvan, 2-2, Marquinhos és Adamu összjátéka. Ők lehetnek a jövő generációi, mert Mukokóban nem érzem ezt a tüzet, amit most Adamu tud mutatni. Még statisztikára Mukokó jobb, de mit sem számít. Lajduni kicsit védekezőbb játékos, jöjjön be, mert Palacios amúgy is fáradt volt, már fél időben is. Ott nem tudom, alig bírt levegőt venni a cserepad. Cserepadon, amikor mi a pihent. Na, Marquinhos. Afif. Nagy játék. Tedd be! Beleért. Afif Etré, jöjjenek a fiatalok, ez a meccs a fiatalokról szól, mutassuk meg, hogy ők is képesek valamire. Még a Brentford is egy időhúzott cserét nyomat azért. Ré kapja a labdát, visszaadhatná, Denayer pont a lövő pozícióban, és elrontja Henry. Ez nem az az Henry, aki legenda lett. Látszott is. Ré! Az a miénk lehet, hogyha észnél vagyunk. Mindegy, így is a miénk lesz, csak hátra kell adni, mert nem akartam, hogy bármiféle probléma legyen ebből. Inkább visszaadjuk előre, és így építünk egy új támadást, ha nem borítják fel a játékosainkat. És most nincs hátul senki, úgyhogy Denayerrel kell sprintelni. Le fogja szívni ez az ultraattak a csapatot, de ezt bevállalom. Annak érdekében, hogy esetlegesen utolsó pillanatban még nyerjünk is. Mert ezzel lehet nyerni ezzel az ultraattakkal. Kérdés, hogy utána majd a soron következő meccs, ugye? Csomó fáradt játékossal fog indulni, de inkább ez, csak ne kapjunk ki. Nem jó egyenlőre. Kerkez, az jó. Az működik egyenlőre, jó, oké. Most kéne előre menni. Most kéne az ultraattakot erőltetni, de nagyon jól védekezik a Brentford. Henry. Jensen. Szép passz. Ívelés. Ne, ez ciki lett volna, ha bemegy. Előre rugás. Maximális efforttal támadunk, amit lehet, kipréselünk ebből a csapatból, de a pontatlan játék az továbbra is jelen van. Embu. Veszélyes.
elfekszünk, nem jó? Gavi? Upp, nagy lövés, jó. Oké. 88. perc, na most egy utolsó utáni támadásra még van idő, hogyha képesek vagyunk megtartani ezt a fránya labdát. És nem, az utolsó utáni támadás, hiába olyan kultra, akkor nem a miénk lesz. Nem a miénk lesz, és ezzel fog lejárni a második fél idő. Vega helyteszíti. Ja, gondolom a felállás miatt adja ezt be, visszaváltunk sima attackingra, mert itt most már én nem hiszem, hogy bármiféle akciót tudunk vezetni, vagy talán még Marquinhos, de az be kellett van gyűjteni ott a labdát, nem pedig megijedni a lehetőség kapujában. Denayer, egymást vágják, ütik, vágják a játékosok, lefújja a bíró, na most a szabályrendszerben a FIFA-nak kell kisegíteni, hogy ilyenkor hosszabbítás vagy újrajátszás van. Meglátjuk, már hosszabbítás van, az lehet, hogy problémás nekünk. Többet lőttünk kapura, labdabirtoklás ugyanaz, viszont a kalkulálható gólok száma az nálunk volt a több, tehát egyértelműen a 11-es párbaj a Carabao kupába, egyből hosszabbítás nélkül 11-es párbaj, oké. Ádemú lett az új nagy 11-es lövőnk. Ennyire jól lövi a 11-est, ezt nem tudtam, ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon fontos. Sajnálom, hogy Gavi ennyire nem. Pedig aztán középpályások van, amikor tök jól lőnek 11-est, ő nagyon rosszul. Jó, figyeljetek, menjem. Változtatni ezen nem tudok semmit. Menjem. Nézzük akkor. 11-es párbaj. Azt a mindenit. Nem jó egyenlőre. Mellé. Pedig itt hős lehet a kapusból. Ádemú. Az új igazolás első meccse nagy gól, mozdulni nem tudott a srác. Gyerünk, Van der Voort. Jó! Bemozdultam egy picit, nem vette észre a csatár. Ugyanarra lőttem, merre mozogtam. Szép, Marquinhos sarokba lőtte, ez védhetetlen volt így. Hopp, ijeszgetjük. Ó, és az ijesztés bejött. Van der Voort most nagy sztár. Vegával középre, nagy erővel. Jó. Nagy erő hiányzott, de a közép az meg volt. Gyerünk. Merre? Ozoz! Van der Voort! A hőse a 11-es párbajnak. Ha meccsen nem is védett, kifejezetten nagyon jól. A 11-eseknél igazából ezt ő oldotta meg. Ennyit kivédeni azért a sztár minősítést érdemel. Ez jó volt. A bíró lefagyva nézi a 11-es pontot még mindig. De a meccs az a miénk. Tovább jutottunk. De ez rémkellemetlen, hogy 11-es párbaig el kellett húzni ezt a meccset. Meglepető, nincsen klasszikus hosszabbítás, de végre sikerült, és még egy achievement is csillingel, egy trófea, úgyhogy annak is lehet örülni. Nagy meccs volt, nagy parás hangulattal, és egy új igazolással ebbe a karrier részben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk majd, addig is jók legyetek, sziasztok!